október végén a budapesti ATP Challenger torna negyeddöntőjében elszenvedett vereséggel véget ért Fucsovics Márton szezonja. A nyíregyházi teniszparkese játékosa már régóta térsérüléssel bajlódik, így úgy döntött, hogy az év utolsó két hónapját a gyógyulásra fordítja. A 24 éves teniszező így is elégedetten tekinthet vissza a mögötte álló hónapokra. Úgy gondolom, hogy pályafutásom eddigi egyik legjobb évét tudtam zárni, és örülök, hogy sikerült Grand Slam tornán főtáblára jutnom, ATP tornán és főtáblán nyerni mérkőzést. Örülök, hogy a Davis Kupa csapattal is ilyen jól szerepeltünk, jövőre a továbbjutásért fogunk játszani. 15-ére sikerült feljutnom a főtáblára, örülök, hogy végre megtört a jég. Remélem, hogy a következő Grand Slameken is hasonló eredményekkel fogok zárni. Szerintem most már elhiszem magamra, hogy fel tudok jutni a főtáblára, úgyhogy remélem legközelebb is sikerülni fog. Az első számú magyar férfi játékos szerint az eredményekben nagy szerepe van edzőjének, Sávolt Attilának, akivel az elmúlt év vége óta dolgozik együtt. Egyébként Fucsovics előtt éppen Sávolt volt az, aki utoljára szerepelt Grand Slam verseny főtábláján 13 évvel ezelőtt Párizsban, a Roland Garroson ment két fordulót a jelenlegi tréner. Szerintem nagyon, nagyon jó kor, és nagyon jól jött ez a váltás. Tavaly 270. voltam a ranglistán, jelenleg 150. vagyok, úgyhogy szerintem ez mindenféleképpen pozitív, illetve hogy Grand Slam tornákon, illetve ATP tornákon is ilyen jól szerepeltem. Nagyon sokat edzünk, rengeteget foglalkozunk a tenisszel pályán kívül is, úgyhogy nagyon bejött eddig Attila. Fucsovics Márton novemberben rehabilitációs munkát végez, aztán decemberben elkezdi az alapozást, mivel januárban egy felvezető versenyt követően ott akar lenni az év első Grand Slam tornájának, az Australian Opennek a főtábláján.